Úristen, srácok, jaj, mi történt egyszerűen? Nem már, most ez komoly. Srácok, lezuhantunk a repülővel, nem tudom, hogy ez hogy történt, de nagyon elegem van ebből, srácok, hogy minden egyes nap történnek ilyen problémák, még manapság is, kiégek. Nem hiszem el, hogy mi történnek itt, jó. Hol van a pilóta? Találjuk meg a pilótát, na várjatok, itt volt, úristen, nincs itt. Jó, királyság, a pilóta nincs itt, a hullája, vagyis, ja, a teste, szóval biztos, hogy nincs itt úgymond a pilótánk. Jó, szóval valahogy túlélte, értem, logikusan kell gondolkozni, látjátok, srácok. A pilótánk valahol él valószínű, szóval meg kéne őt találni, mi van itt nál, eléggé király cuccok vannak, egy láncszet, nagyon király, eléggé jó cuccok maradtak itt nekünk, legalább, hoppá, na, nagyon-nagyon jó cuccokat találtunk, srácok, itt a repülőn, szóval, eléggé nagy esőnk van, legalább így a túlélés, ne várjatok, gyors lerakjuk ezt a izét, földblokkot, és kinövesszük a, nagyon király, kinövesztettük a fánkat, gyors szedünk valami kis alap cuccot, egy ilyen, legalább egy fakardunk, vagy kőkardunk azért legyen már, hogyha már így nagyban most túlélni kell nekünk itt a jeges, nem tudom milyen területen, mert fogalmam sincs, hogy hol mentünk ezzel a repülővel. Szóval, csináljunk akkor egy kőkardot, és csináljunk egy kőcsákányt, meg akkor talán még így is van, tudnánk csinálni egy kőbaltát is. Legalább nőnek a túlélési esélyeink, azért mégis csak meg kéne próbálni valahogy úgy végig jutni ezen az egészen, hogy megpróbálunk nem teljesen megfagyni, meg meghalni. Na nézzük! A iránytűnk ebbe az irányba mutat, szóval valamelyre így arra fele kell menni, jó, rendben van. A gépen nem hiszem, hogy már nagyon más találnánk, legalábbis hát nem tudom, remélem, hogy nem hagyok itt semmit. Szóval akkor én elindulok szépen ebbe az irányba, és akkor nézzük meg, hogy erre vajon mit fogunk találni. Eszünk azért egy kis kaját. Hát igen, a kajánkból is nagyon-nagyon kevés van, srácok. Nagyon-nagyon kevés kajánk is van, nagyon-nagyon kevés tucunk van mindenből. Szóval, az ott mi? Ott van valami, na, srácok, ott van valami ízé, valami gömb szerűség. És itt van hozzá egy ajtó, viszont én ide nem nagyon tudok bejutni. Ott viszont vannak bent dolgok. Ott, srácok, nézzétek ki van ott! Nézzétek ki van ott, ott van a pilóta. Ott van a pilóta, és ki van ott? Jégbrine. Valami jégbrine. Na jó, várjatok. Meg kéne találni ide a kulcsot. Valahogy meg kéne találni a kulcsot, ami... Na várjatok, arrafele ott láttam valamit, hogyha jól nem. Nem arra fele volt. Aha, igen, ott, oké, megvan, jó királyság. Erre van valami piros gyapjú, erre fele elnézünk. Hát ha, talán itt lesz valami, amivel be tudunk jutni, meg talán valami jobb cuccot is szerezhetnénk, mert nem tudom, mi az a jégbrány, srácok. Ez ilyen herobrány és jég keveréknek tűnik, vagy nem tudom. Nagyon epikül hangzik, úgymond a neve, szóval ezzel nagyon vigyázni kéne. Reméljük, aha, oké, királyság, itt van a izé. Itt van egy piros X, jó, ide le kéne gondol, aha. Jaj, utálom az ilyen lávás dolgokat, srácok, ezzel mindig megszoktuk izélni. Jó, ezen is nem is úgy mondom, hanem én itt igazából nem nagyon szoktuk megszívni. Kiütöm mondjuk ezt is, talán, nem, ezek alatt nincs semmi. Jó, ugorjunk bele, dobjatok egy lájkot, hogyha sajnáltok engem, hogy mindig lávába kell úsznom. Na, 3, 2, 1, go. Jó, oké, túlélem, jó, oké. Oké, nem haltunk meg, nagyon király, menjünk tovább. Na, szokásos ilyen egy blokkos jump, jó, megvan. És hoppá, na, megtaláltuk a kartsát, és találtunk ópiumot, meg gyémántot, meg egy csomó király cuccot, nagyon jó. Na várjatok, hogy kéne én most így kijutnom, vagy nem tudom, hogy most itt mit kéne itt csinálni. Lol, visszajöttem. Oké, köszönöm szépen, nekem ez itt tökéletes volt. Gyors csinálok akkor még egy crafting table-t, és csinálok egy gyémánt kardot. Na, nagyon király, legalább itt találtam egy gyémánt kardot, és így kicsit elősebb karddal tudunk majd neki látni, meg van itt smaragd, meg ilyenek, de ezek nem nagyon lesznek hasznosak. Na, fussunk vissza gyors a jégkunyhóhoz, és próbáljunk meg bejutni, és ott volt a pilótánk, szóval muszáj lenne őt kiszavítani, hogy ő mégiscsak gondolom ért valamennyire a gépekhez, úgy értem, hogy a repülőgépekhez, és csak valahogy vissza tudná építeni
a repülőt, és csak ez egyetlen egy esélyünk van, hogy valahogy visszajussunk, úgymond a mi világunkba, vagy a mi országunkba, így vissza innen erről az egész, hogy innen kijutni, ki akarok innen jutni. Milyen rossz hely már itt, egy darab fa sincsen, semmi nincsen itt, srácok, még víz sem, még állatok se, semmi nincs itt, hogy egyáltalán túl tudjunk bárhogy is itt élni. Szóval muszáj lenne minél gyorsabban innen elmenni. Na, srácok, ott futkosik bent Jégbrány, biztos vagyok benne, hogy ő raboltál. 110%, hogy ő rabolta el a pilótánkat. Szóval, jó, ez így eléggé necces. Na várjatok, hogy kéne ezt így megoldani? Ezt így. Aha, oké, okay, jó, megoldottuk. Oké, csináljuk úgy, hogy próbáljuk meg azt, hogy ne vegyen. Ó, ott van Varset. Na várjatok, gyors elfutunk oda. Jó, köszi. Aha, várjatok, leszedem a szettemet. Jó, gyors, kapjuk fel, mielőtt észre lesz. Jó, oké, okay. Mondd, hogy ne, oké, okay, nem vett észre. Jó, nagyon királyok vagyunk, várjál. Jó, mindegy, ezt most nem hagyom ott. Potik. Ó, Potik, jó. Vannak itt. Észrevett. Nem jó. Várjatok. Várjál. Átlába, hogyha bejön hozzád egy kedves idegen, akkor nem így kéne köszönteni, hogy belé villámozol. Aha. Milyen epikül néz már amúgy ki. Na, azért mondom, de hogy eléggé király. Milyen király már. Bocsánat. Jó, én ezt beiszom, ezt a regeneráció potit, mert nem akarok meghalni. Hello, kedves Jégbrány! Nem tudom, hogy észrevetted, de nem messze innen lezuhant a repülőnk, és elzártad a pilótánkat egy jég, nem tudom, miben, vagy lefagyasztottad, vagy nem tudom, mert nem igazán akar mozogni. Szóval, hát te meg ki a fészkes fene vagy? Az én nevem Dani, szép napot neked meg minden. Persze, hogy elzártam, ő lesz a másik cselédem. Mi az, hogy a másik cseléded? Hallod, nekem kell ő! Vissza akarok jutni innen, meg gondolom, hogy ő is el akar menni. Az egyik már a kutyám. Mi van? Nem már. Szegény kutyus, nem már. Menekülj! Ne! Szegény kutya, srácok, na! Jégbrány! De figyelj, várj! Kiskutya, téged is ki foglak innen szabadítani, esküszöm meg, minden jó? Le kell győznünk Jégbrányt! Valahogy le kell győznünk, de... Nem bírom megütni, szóval ez így eléggé bukta. A cseszben még van cucc, köszi! Horgászbot! Jó, királyság, van itt hanglemez, de várjátok, nem játszok le zenét, mert most nektek megy a videó alatt zene. Egyáltalán nem szegény, etetem én heti egyszer! Te, mi a, na szóval, mit is akarsz pontosan, mi kell tőlem? Adod a pilótámat, meg a kutyát is elviszem. És hogyha most megadod magadat, talán nem bántalak. Na, mit szólsz hozzá? Mi az, hogy nem? Hallod? Ne, izéljé, felesejél itt nekem, mert eláslak. Na, mi az? Na most ki a Jégbrány? Látod? Na, most már csak Vízbrány vagy. Srácok, nem akarja elengedni a barátainkat, vagyis hát ő nem a barátom, ő csak úgy így itt volt, de hát én megmentem. Nem hagyok itt senkit ezzel a gonosz Jégbránynal. Hát ez sajnos lehetetlen, úgyhogy, na mi az? Felszólítalak a távozásra. Küzdjünk meg! Figyelj, itt van az ajánlatom, megküzdünk. 1v1. Nagyon brutál profi 1v1-et fogok ellene tolni. Ha megnyerem, elmehetünk. Ha elvesztem, én is a cseléded leszek. Na, plusz egy cseléd. Full megéri, amúgy úgyse fog nyerni, szóval srácok, muszáj lesz nyernünk. Könyörgöm, dobjátok meg azokat a lájkokat, mert hogyha ezt elvesztem, én örökre itt maradok, és az nem túl jó szerintem. Ez egész jól hangzik, jó, benne vagyok. Na, király, rá tudtuk venni, srácok, jó. Hát akkor Herobrine, vagy Jégbrine, vagy nem tudom, hogy szólítsalak. Akkor én felszólítanálak arra, hogy léci, vegyél már fel valami szettet, hogy legalább úgy legyen egy kis esélyed is. De hát igazából úgy sincs sok, csak úgy érted, azért mégiscsak úgy látszódjon, mint hogyha nagyon kemény ellenfél lennél, de igazából nem. De úgyis könnyű préda leszel, és simán kinyílak, tehát a helyedbe félnék. Hohoj. Srácok, mi sose félünk, így van. Sose félünk, ti mindig itt adjátok nekem az erőt, meg mindig írjátok kommentbe, hogy hajrá meg, stb. Ójaj, felvette ő is a szettet. Na gyere, készen állsz Jégbrány? Na várj egy kicsikét, így arrébb pakolok az asztalomon, hogy azért felkészülök. Na, 3, oké, akkor nézem most, vissza fog számolni. 3, 2, 1, jó, menjem.
Menjen, go, ha, ha, ha. Jó, rendben, én készen állok. Na gyere, Jégbrine! Na gyere, Jégbrine! Na várjál, be kell vennem az OP almáimat, mert nem akarok meghalni. Na gyere! Úgyis meg fogsz halni, úgyis meg fogsz halni, hallott, te nagyon gyenge ellenfél leszel. Főleg úgy, hogy csak vasszett van rajtad, meg van rajtam úgy erő kettő. Jaj, mindjárt elmúlik az erő kettő. Ne, el fog múlni, üssük meg, elmúlt az erő kettő, rip, jó. Nem baj, te így is le leszel győzve, így is le leszel győzve, Jégbrine, azt tanuld meg, hogy mindig a jók győznek, sose a rosszak. Szóval add fel, aj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 
lenni. De azért beszállhatna a bunyóba, legalább a kutyát! Legalább a kutya! Azt legalább beszállhatna, vagy valami, hogyha már érte küzdök meg ilyenek. Na gyerünk! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ajajaj, itt vannak az alattvalói. Jó, ezeket gyors ki kell nyírnunk, srácok, mert az a gond, hogy aj, ezek nagyon el fogják terelni úgymond a figyelmünket közben róla, hogyha nem öljük meg őket, és csak Jégbrányra kell összpontosítanunk, akit eléggé könnyedén le fogunk győzni. Ami, ujjajaj, ne, most te szivatsz, komolyan rám jött a kutyád, na jó, gyere ki, ne, szia kutyus, gyere ki, jó, jó, csá, jó, oké, azt kizárom, na, a kutyád rám támad, hallod? Nem fogom megölni, hát én nem bántom a kutyákat, ujjajaj, oké, ópialmázok. Jóan srácok, ezt meg kell tudnunk akadályozni, hogy ez itt így izéljen, gondolom, hogyha meghal, akkor csak, nem tudom, észre, vagy észesztér a kutyája, és nem kell itt azzal is szenvednem, hogy ő megtámad engem, meg ilyenek. Na, Jégbrány, én a helyedbe feladnám, nem állsz annyira jól, mint ahogy mondtad. Eléggé rosszul állsz, hallod. Ahhoz képest, hogy te itt mondogattad, hogy milyen egyszerű, miért ilyen gyors? Hallod, te nagyon gyors vagy, állj már meg, ne futkossál. Úgy van, gyere. Na gyere. Jégbrány, ezennel lecsaplak, gyerünk, küssük. Ne, megütöttem, várjatok. Jajajajajaj, megütöttem azt a izét, megütöttem azt az Iron Golemet, és most folyton nekem fog támadni, nem hár? Jó, valahogy le kell győzni, valahogy muszáj ezzel győznöm, de ez így nagyon nehéz lesz, srácok! Rettentő nehéz. Jó, oké, megütöttem a másikat, királyság, várjatok, eltűntek, jó, most kell rámenni, gyerünk, daráljuk, amíg lehet, gyerünk, lekopott a feje se, nagyon szétütöttük, jó, megvan, megvan, srác, kenni volt 64 op, vagy 62 op, milyen csaló már, na, úristen, na jó van, kiütjük a izénket, úristen, milyen víz van benne, na várjatok, az a gond, hogy én most kiszólíthatom szerintem őt, de ő még biztos, hogy be van fagyva, és még egy jó sok idő lesz, ami magához fog érni. Szóval srácok, én gyors így nagyjából körbeütögetem őt, szerintem majd lassan csak magához tér, remélhetőleg. Szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok ebben a videóban, megpróbálunk majd innen valahogy kijutni. És ja, szóval, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, itt voltatok, remélem találkozunk legközelebb, és remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Én Dari voltam, és még egyszer kösz szépen mindent, és legyen szép napotok, és hogy aki reggel nézze, annak jó délutánja, aki délutánnak jó estéje, meg minden, na, szóval, ja, ennyi. Sziasztok!